Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Támogatás. Több száz millió forintra pályázhatnak a munkahelyeket teremtő cégek. Magyar Falu Program. 13 Tolna megyei település nyert a pályázaton. Néprajzi tábor. Bukovina mindennapjait idézik meg kismányokon. Magasiskola. Szekszárd felújítja a mészőtanyát. A Tolnatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Több 100 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak azok a vállalkozások, melyek vállalják, hogy új munkahelyeket hoznak létre. A pénzt eszköz- és gépbeszerzésre, valamint ingatlanra költhetik. Eddig már 50 új munkahely jött létre így Tolna megyében március óta. Varrodai gépeket is beszerezhettek azok a vállalkozások, amik sikeresen szerepeltek a pénzügyminisztérium idén márciusban mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt munkahelyteremtő pályázatán. A cégek gépeket és más eszközöket vehettek, valamint ingatlan vásárlásra és bérlésre is fordíthatták a pénzt. Ezért cserébe azt kellett vállalniuk, hogy legalább 2 új alkalmazottat vesznek fel, és legalább 2 évig foglalkoztatják őket, és hogy a beszerzett eszközökkel minimum 3 évig működtetik a vállalkozást. A minisztérium viszont ehhez is adott nekik bér is járuléktámogatást. Ennek az összege 1,7 és 3,6 millió forint között volt. Tolna megyében 10 pályázó vállalkozásból 7 nyerte el a támogatást. Összesen több mint 125 millió forinthoz jutottak így, és 50 új munkahely jött létre. A program első szakasza már lezárult, hamarosan viszont újra lehet pályázni. Ezeket a pályázatokat elektronikus úton kérjük a területileg illetékes kormányhivataloknak beterjeszteni. A pályázati felhívás és az útmutató megtalálható a www.kormány.hu oldalon. Az elmúlt 8 évben összesen 8 a mostanihoz hasonló pályázatot hirdetett meg, vagy működött közre a lebonyolításában a Tolna megyei kormányhivatal. A számok pedig azt mutatják, hogy a munkahelyteremtő támogatások kifejezetten hatékonyan működnek az országnak ezen a részén. 2010 és 18 között mintegy 7000 fővel nőtt azoknak a munkaképes embereknek a száma, akik munkát vállaltak, ez majdnem pontosan 86 ezerről 93 ezer, 92-93 ezerre növekedett. A pénzügyminisztérium munkahelyteremtő pályázataira augusztus 1-e és szeptember 5-e között jelentkezhetnek újra a vállalkozások. Elérhetőek a Magyar Falu Program első 2 pályázati felhívásainak eredményei. 13 Tolna megyei település nyert pénzt, amit közösségi terek fejlesztésére költhetnek. Bugyiszló is a pályázók közé tartozott, a település polgármestere szerint a Magyar Falu Program egy jó lehetőség arra, hogy élhetőbbé tegyék a településüket. Kopott felemás parketta, ilyen állapotban van most a bugyiszlói művelődési ház padlója. A település a Magyar Falu Programban pályázott az épület felújítására, és nyertek is. A falu polgármestere azt mondja, nagy szükségük volt arra, hogy a pénzből felújíthassák a művelődési házat, amiben így nem csak a padlót tudják lecserélni, hanem új klímákat is beszerezhetnek. A műfáznak vannak olyan fejlesztési, illetve felújítási problémája, meg hát most már nem tűrnek halasztást, például a padló burkolatcsere, és a tetőtérben működik a csillagvár tanoda és a zeneiskolat, pedig olyan hőmérsékleti viszonyok vannak a nyári fél évben, hogy muszáj klímaberendezést telepíteni. Az itteni önkormányzat valamivel kevesebb pénzt kapott, mint amennyire pályáztak, de a polgármester szerint ennyiből is meg tudják oldani az elképzeléseiket. Egyébként a mi elképzelésünk a pályázati anyag összeállításán, ez egy majdnem 19,8 millió forintos összekeretre pályáztunk. Örömmel értesültünk, hogy 4,7 millió forintot elnyert ez a pályázat. A Magyar Falu Program pályázataira május 15-ig volt lehetőség jelentkezni. 461 település nyert el a közösségi terek fejlesztésére szóló 6 milliárd forintot. Tolna megyében 13 település nyert pénzösszeget a pályázataik megvalósításához. A 30 éves bukovinai székelyek országos szövetsége néprajzi tábort rendezett kismányokon. A székely portán olyan tevékenységeket mutatnak meg a gyerekeknek, amelyek a székely települések mindennapjait idézik. Párta, párta, a búra, hajló pár.
Készül a Badacklekvár a sátor alatt, a férfiak székelykaput készítenek, a porta szobájából pedig a szövőszék csattogása hallatszik. A kismányoki székelyporta létrehozásakor is az volt a cél, hogy teljen meg élettel, ezért szervezte ide a Bukovinai Szövetség az idei összejövetelt. Bukovinában, de nem csak Bukovinában, hanem egyáltalán a magyar nép gyermekeinél a munkára való szoktatás, a tudás elsajátítása kicsikorba kezdődött. Téblából a gyermekecskes lássa, hogy mit dolgozik az anyja, ugyanezt történik itt egy másfél éves gyerekkel. A hét folyamán minden olyan tevékenységben bepillantást nyerhetnek a gyerekek, melyek mindennaposak voltak a székelyfalvakban. Pont erről szól a néprajzi tábor is, hogy megtölteni élettel, és lehetőleg ugye a gyerekeknek visszaadni, amennyire lehet visszaadni, vagy visszamutatni inkább arra az időkre, amikor tényleg a bukovinai székelyek Bukovinában, ahogy értek. Hála jó Istennek ez a porta ügye magáért beszél, tehát úgy gondolom, hogy hitelesen tudjuk megmutatni a benne lévő értékeinken keresztül azt az életet is, amit ők akkor megéltek. A hét zárásaként a székelyportán található egykori településeket jelző keresztek mellé Bukovinából származó temetői földet szórnak, megemlékezve ezzel halottaikról. Megnyílt az idei Mészöly Miklós Magasiskola Szekszárdon. Az irodalmi tábor nyitó rendezvényén Ács Rezső, a város polgármestere bejelentette, hogy az önkormányzat hamarosan felújítja a Mészöly tanyát. Így várhatóan 2020-ra újabb elemmel gazdagodik Szekszárd irodalmi élete. Ez a tábla ugyan tájidegen a szekszárdi lankák gyűrűjében, mégis azt jelzi, a város komolyan foglalkozik a Mészöly hagyaték őrzésével. Ács Rezső polgármester erről is szólt az író nevét viselő magasiskola megnyitóján. Terveink szerint 2020 év közepére, lehet, hogy a következő alkotótáborra már át is tudjuk adni majd magát az épületet, szeretnénk megmenteni, és szeretnénk a jövő irodalmárainak majd felkínálni, mint egy alkotóházat, ahol egy kicsit magába tud mindenki szállni, egy kicsit a hely szellemét be tudja fogadni, és bízom benne, hogy ezzel újabb vonzerőt tudunk Szekszárdon felmutatni az irodalom, a kultúra szerelmeseinek, és azáltal még többen fognak majd ellátogatni Szekszárdra. Az egykori Mészöly tanya helyén létrejövő alkotótábor megépültéig nem állt meg az élet. Az idei a hetedik összejövetele azoknak, akik fontosnak tartják a tanulás mellett Mészöly szellemiségének őrzését. Szilesi László, a kurzus egyik vezetője azt mondja, a munkák mutatják a rendszeres visszatérők fejlődését. Idén nem vicceltünk, mert a szabadság lett a témája az írótábornak. Ez nyilván sok irányból, minden irányból veszélyeztetett valami, és akkor talán meg tudjuk mutatni azt, hogy hogyan lehet a szabadságunkra vigyázni, és milyen körülmények fejengetik a személyes, a közösségi szabadságunkat, és reméljük, hogy az írás művészete vagy a nyelvvel való foglalatosság az segít nekünk ebben. A 7. Mészöly Miklós Magasiskola résztvevőinek közel fele visszatérő a kurzuson. Mindez mutatja, hogy az itt szerzett tapasztalatok fontosak az irodalommal foglalkozók számára. Idén is megrendezték Bátán a Keszeg Fesztivált. A rendezvényre látogatók halászlét és sült keszeget kóstolhattak, főzhettek, és családias hangulatban pihenhették ki a mögöttük álló hét fáradalmait. A településen évtizedek óta hagyomány, hogy összegyűlnek a bátai és környékbeli emberek a Keszeg Fesztiválon, hogy megmutathassák egymásnak főző tudományukat. Így sütötték a halat a Bátai Keszeg Fesztiválon. A helyiek már nagyon régóta rendezik meg ezt az eseményt, aminek legfőbb része a keszegsütő és halpucoló verseny. Volt olyan, aki azt mondta, a jó sült keszeg titka, a gondos előkészítés, a megfelelő fűszerezés, de akadt olyan szakács is, aki szerint a titok a jó alapanyagban van. Jó forró zsír, előre besózva, és ropogósra sütve. Hát mi meghívott vendégek vagyunk, körülbelül hatodik éve, de nagyon szívesen vállalom. Szeretjük a halat, meg sütni is nagyon szeretem. A fesztiválon nem csak a sült keszeg szerelmesei hódolhattak kedvenc ételüknek. A sült hal mellett volt, akik halászlevet vagy éppen pörköltet készítettek. Báta polgármestere szerint nagy hagyománya van a Keszeg Fesztiválnak, és ezt a települést igyekszik jó programokkal meghálálni.
tradicionális a helyzet, hogy minden évben a Keszeg Fesztivál most már közel 20 éve megrendezésre kerül. Hát egy kis összefogás Báta részéről, a bátai emberek barátaik, baráti társaságaik részéről, és úgy gondolom, hogy ez a nap egy kellemes időtöltés a halászlé és a sült kárász keszeg jegyébe. A Keszeg Fesztivál nem csak a legnagyobbaknak kínál szórakozási lehetőségek. A kicsik etilambulin vagy légvár várta. A hőség ellenére is sokan választották a szabad tűzön való főzést, de aki nem akart, annak a kóstolás alkalmával is lehetősége nyílt megízlelni a híres bátai sült keszeget és halászlevet. Szabadtéri koncertet ad a Kossuth és Liszt Ferenc díjas koloratúr szopránopera énekesnő Miklósa Erika Pakson. Az esemény, amit Paks várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából rendeznek, teljesen ingyenes lesz. Miklósa Erika koncertjére invitálja a lakosságot a Paksváros központjában kihelyezett figyelemfelkeltő molinó. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas koloratúr szoprán opera énekesnő Paksvárossá avatásának 40. évfordulója alkalmából lép fel a településen. Az önkormányzat természetesen csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, amelyet a KDNP, illetve a Fidesz polgári összefogás kezdeményezett. A Szent István tér környezetében lévő emblematikus épületek, úgy mint a Deák háza, az Erzsébet szálló, olyan lehetőséget biztosítanak, melyeket ki kell használni, véli az ötletgazda. Az 1860-as évek hangulatát szeretnék felidézni ezen az esten a téren. A Városi Múzeum munkatársai korhű ruhát öltenek majd a rendezvény ideje alatt, közben pedig a kackiás verklis szórakoztatja a közönséget. Meglepetés ajándékokkal is készülnek a szervezők. Franz Peter Schubertnek az Ave Maria pergament papíron nagyon díszes kiadásba szépen átkötve 200 vendégnek át lesz nyújtva ajándékként. Az opera énekesnő teljesen ingyenes jazz és latin zenei elemekkel tarkított koncertjére július 20-án kerül sor Pakson. Bai Balázs a magyar futóatlétika első világbajnoki érmes versenyzője tartott edzést fiatal szekszárdi atlétáknak. A sportolók nagyon élvezték az ikon társaságát. Serre Tamás a Szekszárdi Sportközpont atlétikai szakcsoportjának gát- és ügyességi szakági vezetőedzője sokszor hív meg hírességeket az általa szervezett eseményekbe, táborokba. Most a gátfutó Bai Balázzsal lepte meg a hétfőn induló sporttábor résztvevőit. Ősztől áll elébe az olimpiai kvalifikációs versenyeknek, azt mondja, a limit szintidőt mindenképpen meg kell csinálni, úgy is, hogy csak most kezd kocogni, és időközben jelentősen csökkentették a Nemzetközi Atlétikai Szövetségben a szintidőt. Eddig 13:46-47:52 körül mozgott nagyjából, az most az elmúlt 2-3 olimpiai szinteket mondom. Most ezt levitték 10:32-re, ami előttem az országos csúcs volt, Kis Dánielnek a nagy országos csúcsa. Úgyhogy az érezhető, hogy ez a szint ez borzasztóan erős. És a tervek szerint a mezőnynek a fele fog szinttel kijutni az olimpiára, és a másik fele pedig a megint ugyancsak újonnan bevezetett világranglista alapján fog bekerülni. Bai Balázs nagyon jól érezte magát egyébként szemmel láthatóan a gyerekek között. Elmondta, egyelőre nincsenek edzői ambíciói, de ez a gyerekközeg már most annyira vonza, hogy el tudja képzelni, hogy a közeljövőben is több ilyen is ehhez hasonlatos felvétel készülhet róla, mint most Szekszárdon. Regionális híreink következnek. Külföldi nyaralás. Egyre több magyar saját maga szervezi utazását. Baranyában már volt egy bejelentés, szigorúan ellenőrzik a parlagfűmentességet. Mohácson szerveztek illegális kutyaviadalt, előkészítő ülésen dönthetnek a büntetésről. Jó előre megtervezik nyaralásukat a magyarok, sőt, egyre gyakoribb, hogy utazási iroda helyett maguk foglalják le a repülőjegyet és a szállodai szobát. Érdemes viszont körültekintőnek lenni, mert egy kártérítés vagy baleset során magánszemélyként nehezebb a jogérvényesítés, mint egy szervezett út során. Ebben a zamárdi szállodában már hónapokkal korábban lefoglalták szinte az összes kiadószobát a szezonra. A marketing vezető szerint a pihenni vágyók az online felületen foglalnak a leggyakrabban.
Nem csak a belföldi üdülők választják manapság előszeretettel az online foglalásokat, a kényelmesebb ügyintézést. A külföldön nyaralók jó része is maga szervezi meg utazását és foglalja le szállását. Egy kattintás, egy pár kattintás csak az interneten, úgyhogy tényleg nagyon egyszerű. Kis Robert Richard turisztikai szakújságíró szerint az elmúlt években egyre népszerűbb lett ez a fajta foglalási módszer, ugyanakkor a szakember arra is figyelmeztet, ha így szervezzük meg nyaralásunkat, főleg az Európai Unió országain kívül, nem árt, ha alaposan tájékozódunk az adott ország biztosítási kártérítési szabályairól. Az utóbbi időszakban egyre többen saját maguk kiválasztanak egy légitársaságot, ott lefoglalják a jegyet, és kiválasztják hozzá a szállást is. Egyre többen vannak, főleg a fiatalabb korosztályból. Ugyanakkor azért tudni kell, hogy ha valami probléma adódik, a jogérvényesítő képessége kevesebb az embernek, kisebb az embernek, hiszen először is nagyon jól kell tudni idegen nyelvet, angolul vagy spanyolul, attól függ, hogy éppenséggel hová vetődünk. Másrészt azért egy nem EU-s céggel szemben bizony igencsak fel kell kötni a nadrágunkat, hogyha szeretnénk mondjuk kártérítést kapni. Kis Robert Richard hozzátette, bár sokan önállóan szervezik már nyaralásukat, még mindig többen vannak azok, akik valamilyen utazási irodára bízzák mindezt. Árulkodó adat, hogy hiába a sok figyelem felhívó kampány, a magyarok csaknem fele még mindig nem köt biztosítást külföldi nyaralásai során. Ennek pedig súlyos anyagi következményei lehetnek, hiszen az ellátási díj és az egyéb költségek a több százezer vagy akár több millió forintot is elérhetik. Folyamatosan ellenőrzik a parlagfűmentesség fenntartását, ezt a Baranya megyei kormányhivatal munkatársai végzik. Pénzbírságot szabhatnak ki, és közérdekű védekezést is elrendelhetnek, ha jogszabálysértést tapasztalnak. Egy nemrég elfogadott módosítást követően az idei évtől a vegetációs időszak végéig kell fenntartani a parlagfűmentes állapotot. Törvény írja elő, hogy a földhasználóknak kötelességük gondoskodni a parlagfűmentességről. Korábban ezt június 30-áig kellett elvégezniük a tulajdonosoknak, az új jogszabálymódosítás értelmében azonban a vegetációs időszak végéig fenn kell tartani ezt az állapotot. Tapasztalatok szerint ez szeptember végéig, október elejéig tart. Idén Baranyában már érkezett egy bejelentés a növény- és talajvédelmi főosztályhoz, tudtuk meg a kormányhivatal munkatársától. Ez egy belterületi önkormányzati ingatlant érintett, de ebben az ügyben sem került hatósági eljárás lefolytatására, mert az érintett önkormányzat a parlagfűmentesítési kötelezettségének a helyszíni szemle megkezdéséig eleget tett. Azonban, ha a földtulajdonosok nem végzik el a gyomnövény kiirtását, komoly összegeket is fizethetnek. A növényvédelmi bírság ugyanis 15 000 forinttól 5 millió forintig terjed. Ez függ a terület nagyságától és a fertőzöttség mértékétől. Minden esetben ott, ahol a jogszabálysértés megállapításra kerül, ott a hatósági eljárás megindul és növényvédelmi bírság kerül kiszabásra, illetve ha olyanok a jogszabályi feltételek, akkor közérdekű védekezés is elrendelésre kerül, aminek a költségét szintén a hibázó gazdálkodónak kell megtérítenie. A magánszemélyek saját telkükön kötelesek a gyomnövényt felszámolni, míg a közterületeken a városgazdálkodás végzi el ezeket a feladatokat. A parlagfűmentességet folyamatosan ellenőrzik a kormányhivatal munkatársai. Akár 4,5 év szabadságvesztésre is ítélhetnek három férfit, akik a vád szerint tavaly illegálisan rendeztek Mohácson kutyaviadalokat. Az elkövetők saját kutyáikat uszították egymásra, súlyos sérüléseket okozva az ebeknek. A vád tiltott állatviadal szervezése és állatkínzás. Amennyiben a vádlottak nem fogadják el az ítéletet, akkor rendes tárgyalásra kerül sor. Kedden indul annak a három férfinak a tárgyalása, akik tiltott állatviadalokat szerveztek Mohácson. Az elkövetők 2018. júliusában folytatták illegális tevékenységüket. A férfiak közül ketten saját kutyájukat uszították egymás ellen, míg a harmadik fél a bíró szerepét látta el a brutális versenyeken. A viadalokon mind közönség, ismerősök vettek részt, de külföldről is érkeztek olyanok, akik kifejezetten a kutyák harcára voltak kíváncsiak. Az állatviadal során a kutyák súlyos sérüléseket szenvedtek, a későbbiek során őket el kellett altatni. A három elkövetőnek a cselekménye a tiltott állatviadal szervezésének a megállapítására, illetőleg az állatkínzás büntetének a megállapítására alkalmas, mely bűncselekmények büntetési tétele egyenként 3 évig tedő szabadságvesztés. A halmozatra tekintettel azonban akár 4,5 év szabadságvesztésre is ítélhetik az elkövetőket. Az ügyben előkészítő ülést tartanak a Mohácsi János Bíró.
bíróságon. Itt ismertetik a vádiratot, a bűncselekmény minősítését. Ezt a vádlottak elfogadhatják, de el is utasíthatják. Ügyész esetlegesen konkrét indítványt is tesz, tehát meghatározza, hogy milyen büntetést kér a bíróságtól. Hogyha ezt az elkövetők elfogadják és beismerő vallomást tesznek, abban az esetben a bíróság az előkészítülésen egy végzést fog erről hozni, és tulajdonképpen aznap már ítélet született az ügyben. Ha azonban a három férfi nem fogadja el az elhangzottakat, rendes tárgyalásra kerül sor, ahol csak az előkészítő ülésen elhangzott indítványok vizsgálata és tanúk kihallgatása után hozhat ítéletet a bíróság. Szinte mindenhol problémát jelent a kistestű kutyák és a nagytestű kutyák összeengedése. Pécsett a Rózsadombon, az új kutyafuttatónál is próbáltak már szabályokat bevezetni, de az app tulajdonosok ezeket nem tartották be. Most úgy tűnik, hogy egy lakossági fórum eredményeképpen megtalálták a jó megoldást a kiskutya-nagykutya konfliktus feloldására. Áprilisban épült Kertvárosban a Rózsadombon ez a kutyafuttató. Akárcsak máshol, itt is már az elején kialakult egyfajta ellentét a kistestű és a nagytestű ebeket tartók között. A terület önkormányzati képviselőjének ötletére páros páratlan órában válthatták volna egymást a kutyások, de ezt nem tartották be a helyiek a kiskutyások kárára. Nekem az a véleményem kiskutyásként, hogy azért a nagykutyásokból hiányzik az a fajta empátia egyébként, ami így megértetné velük azt, hogy kiskutyásként én mondjuk féltem az én kiskutyámat az ő 50 kilós kutyájától, nyilván ő nem félti az ő 50 kilós kutyáját az enyémtől, nem is egy pályán játszanak ők. Fertály Katalin kutyamentéssel is foglalkozik, általában több ebet sétáltat egyszerre, de ahhoz, hogy kutyafuttatón is elengedhesse őket, sokszor át kell utaznia a félvárost. A kutyatulajdonosok közül ráadásul sajnos sokan nem lépnek közbe, amikor kutyájuk fenyegetően lép fel, vagy domináns magatartást mutat egy fajtársával szemben, és sokan póráz nélkül engedik szabadon házi kedvenceiket az utcán, még ha az a kedvenc 50 kilós is. Én is ugye öt kutyával járok, és az a baj, hogy az emberekbe a legalapvetőbb figyelmesség sincs a másik iránt. Tehát legalább az, hogyha bemegyek egy helyre, mondjuk ez egy kutyafuttató, akkor megkérdezem a kapuba, hogy bocsi, bejöhetek? A legtöbb ember úgy megy kutyafuttatóra, hogy benn van öt kutya, és ő kinyitja az ajtót és beengedi a hatodikat, ami lehet, hogy ötször akkora, mint aki már benn van. Tehát ez a minimum, hogy megkérdezem, hogy bemehetek-e. És az a baj, hogy az emberek 90%-ából ez is hiányzik. A Rózsadombon a lakossági fórum eredményeképp egy új ötlet, a szeparált kutyafuttató megépítése került előtérbe. Már készül is az új, csak kistestű kutyáknak való hely, közvetlenül a nagy kutyafuttató mellett. A helyiek szerint mindenhol ez lehet a megoldás, mert nem csak itt a Rózsadombon alakult ki a kiskutya-nagykutya ellentét. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Támogatás. Több 100 millió forintra pályázhatnak a munkahelyeket teremtő cégek. Magyar Falu Program. 13 Tolna megyei település nyert a pályázaton. Néprajzi tábor. Bukovina mindennapjait idézik meg kismányokon. Magas iskola. Szekszárd felújítja a mészőtanyát. Szerdán napos, száraz idő várható, kissé élénk északi, északnyugati széllel. Hűvös lesz, a szél pedig még tovább csökkenti hőérzetünket. Éjjel is kevés lesz a felhő, számottevő csapadéktól mentes, hideg időig érkezik. Mérséklődik a légmozgás. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb, szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!